Nem minden zseniális találmány létrejöttét előzi meg több éves kutatás, kísérletezés, fejlesztés. Vannak olyan dolgok, amik talán soha nem jöttek volna létre, ha valaki vagy valami nincs éppen jókor, jó helyen. Íme néhány találmány, amit abszolút a véletlennek köszönhetünk. "1928-ban egy angol gyógyszerész John Walker különböző anyagokat kevergetett össze laboratóriumában. Állítólag az ehhez használt fapálcára rászáradt szmötyit úgy akarta eltávolítani, hogy a padlóhoz dörzsölte. Ekkor a pálca lángra kapott. A svájci Georges de Mestral 1941-ben egy vadászat után éppen ruhájából és kutyája bundájából szedegette ki a beleragadt bogáncsokat. Ekkor döntött úgy, hogy megvizsgálja, minek köszönhető, hogy ennyire ragaszkodó típus ez a növény. Észrevette, hogy a tüskék végein kis kampók vannak. 1951-ben szabadalmaztatott találmányával sikerült mesterségesen levásolnia a bogáncs működési elvét. Az 1950-es években a New York állambeli Saratoga Springsben egy étterem gazda vendége sült krumpliát folyamatosan visszaküldte, mondván, hogy az túl vastagra van szelve. A főszakács George Crumb besokalt és papírvékony karikákra vágta a kolompért, amit megsütött és megsózott. 1903-ban egy francia kémikus Edouard Benedictus laboratóriumában egy lombik véletlenül a földre zuhant. A férfi azonban meglepődve tapasztalta, hogy ez nem várt módon egyben maradt. Asszisztensével arra jutottak, hogy a lombik belső falára ragadt műanyagnak volt köszönhető, hogy az nem hullott darabokra. Találmányát ma laminált vagy biztonsági üvegként ismerjük, és leginkább az autóinkban szélvédő formájában találhatjuk meg. 1968-ban Spencer Silver kémikus éppen ragasztókkal kísérletezett, amikor létrehozott egy olyan anyagot, amivel ha két papírlapot összeragasztott, azok szétszedése után csak az egyiken maradt rajta. Azonban egy időre félretette találmányát, mivel nem tudta, mire lehetne használni. Később Silver egyik kollégája rájött, hogy remekül lehetne használni könyvjelzőként, ugyanis nem potyog ki, és a könyv sérülése nélkül el is távolítható.